A rendszer tudja azt, hogy az emberek kérdéseket tesznek fel. Tehát annyira nem tudta lekötni az emberek figyelmét a rendszer, hogy ne tegyenek fel kérdéseket. Annak ellenére, hogy nagyon sok szórakozási lehetőség van, a világháló felkínál mindent számunkra, ami a szemés száj ingere, ugye, ahogy mondják. De mégis, amikor az emberek szembesülnek azzal, hogy nagyon sokan megbetegszenek, sokan meghalnak, az emberben nagyon fontos kérdések tevődnek fel, úgymond kezdik keresni az igazságot. Viszont maga a rendszer is tudja, hogy az emberek fognak keresni, hogy az emberek keresnek, keresgélnek. Tehát ahhoz, hogy megértsük, tényleg a legegyszerűbb az, hogyha megszemélyesítem, tehát egyszerűbb így beszélni. Tehát maga az Antikrisztus, a világot uraló szellemiség tudja, hogy az emberek keresnek, keresgélnek. Valahányszor probléma adódik az életükben, az ember ugye elkezd keresgélni, automatikusan. És olyankor kapna ő esélyt arra, lehetőséget arra, hogy találkozzon Isten az igazsággal. Viszont mivel az Antikrisztus is tudja, hogy az emberek keresnek és válaszokat akarnak ugye arra, hogy hát miért történik ez, miért van Covid, miért van áremelkedés, miért vannak problémák, ezért ő fel is kínálja válaszokat. És Isten nekem az éjszaka megmutatta, hogy a spirituális tanítók az embereket benne tartják a rendszerben. Ezek a nagyon népszerű spirituális tanítók, életmód tanácsadók, pozitív gondolkodók, ezek a rendszernek a profétái. És persze, nagyon nehéz ezt meglátni, ezt megérteni. Mert ahogy mondja Isten, a hamis tanítók, a hamis proféták is a világosság angyalának adják ki magukat. És nagyon sok embert elhitetnek. Sőt, azt mondja Jézus, hogy nagyon sokan jönnek majd az ő nevében is, és sokakat el fognak hitetni. Tehát amikor én követek egy gurút, egy mestert, egy spirituális tanítót, vagy pedig egy vallási irányzatot, akkor én nem tudom, hogy én meg vagyok tévesztve. Ha tudnám, hogy meg vagyok tévesztve, akkor nem fizetnék érte. Így van-e? Tehát egyértelmű, hogy amikor az ember meg van tévesztve, akkor ő nem tudja, hogy meg van tévesztve. Tehát arról szól a megtévesztés, hogy az ember azt, amit ő követ, igaznak hiszi. Amikor találkozunk valami jó szónokkal, ugye az interneten, vagy pedig élőben is, elmegyünk egy előadásra, az tetszik a mi füleinknek, és felcsinál a szemünk, sőt még azt is elkövetjük, azt a hibát is elkövetjük, hogy hazamegyünk és hozzuk a pénzt. Az első előadás ingyen volt, a következőre már fizetni kell. Tehát az emberek szó szerint megvásárolják a hazugságot. És Isten nekem éjszaka álmomban megmutatott egy konkrét irányzatot, amit én nem igazán ismertem, megmondom őszintén, nem igazán. Tehát sok mindenbe betekintést nyertem, de nem tudtam, hogy ez a személy, akit Isten nekem mutatott éjszaka, ő nem tudtam, hogy mit képvisel valójában. De ő megmutatta nekem, és el fogom mondani az álmot is, hogy ez a személy mit képvisel, milyen szellemiségben tartja az embereket. A probléma az, kedves hallgatók, hogy akik továbbra is ilyen nehéz időkben, ilyen borzalmas időkben továbbra is spirituális tanítókat követnek, ilyen ezotéria, new age, ilyen pozitív gondolkodás is, tegyünk mindent szépé, és mindent újítsunk meg, és így csináljuk meg, úgy csináljuk, de szó szerint életmód tanácsadók, ugye? Ezek az emberek mind a rendszer profétái, ezért, amikor jönnek a csapások a rendszer részéről, már pedig jönnek, jönni fognak. Épp az előbb tettem fel egy kis videót a Facebookra, a YouTube-ra is fel fogom majd tenni, hogyha Isten megsegít. Hogy mi történik Romániában? Szó szerint, de teljesen nyilvánosan permetezik, mérgezik az embereket. A levegőt, amelyet beszívnak az emberek, főképp ilyen tömeges helyeken, megmérgezik, bepermetezik. Az emberek beszívják azt a permetet, és utána majd, ugye, mivel nem Istenre figyelnek, nem is ismerik őt, hanem a híradóra, a hírekre, az alternatív hírekre,
Hát azt fogják hallani, hogy hát a következő hullámnak ezek is, ezek a tünetei. És a tünetek nyilván azok a permettel vannak kiváltva az emberből, az emberekből. És ezért ők el fogják hinni, hogy amit a híradó mond, az igaz. Hogy tényleg COVID, hát a tudós elmondta, a virológus elmondta, a szakemberek elmondták, hogy ez is, ez is, ez lesz a tünete a következő hullámnak. De miért mondták el? Azért, mert tudták, hogy mi fog történni, hogy mire készülnek. Hogy az emberek tömeges bepermetezésére készülnek. És az emberek a hazug híreket, ugye a covidos híreket fogják asszociálni azokkal a tünetekkel, amelyet kivált belőlük a permet. És el fogják hinni, hogy tényleg van covid, tényleg van nagyon kemény vírus. És el fognak menni, és be fogják megint oltatni magukat. Ismételten. És hangsúlyoztuk, emberek, én tudom, hogy Isten mindenható. Viszont azt is megmutatta a jóságos Isten, hogy aki kétszer, háromszor, sőt, egyszer is beoltatja magát, az ember már nem fogja meghalani Istent, az igazságot. Ez a probléma. És akkor most miért beszéltem erről? Azért, mert akik spirituális tanítókat követnek, életmód tanácsadókat követnek, pozitív gondolkodókat követnek, nem lesznek felkészülve lelkileg arra, ami jön, és be fognak menni a vágóhidra. Ezt nem is akarom én már szebben fogalmazni, emberek, mert nincs értelme. Bűn volna részemről, hogyha ezt enyhébben fogalmaznám, óvatosabban fogalmaznám. Az emberek egymás után fognak bemenni a vágóhidra, akik ezeket a spirituális tanítókat követik Magyarországon. A személy, akit Isten nekem mutatott álmomban, és meg is lepődtem, az igazság az, hogy zavarban voltam, nem tudtam, hogy miért álmodok én ilyent. Úgy álmomban, én tudtam, hogy álmodok, vagyis tudatában voltam, hogy ezek ugye álomképek, de zavarban voltam, mert nem tudtam, hogy mi közön van nekem az a személyhez, akit úgy hívnak, hogy Bagdi. Az igazság az, hogy én nem emlékeztem a keresztnévre, az nem volt teljesen tiszta számomra. Valami Bagdi. És akkor megkérdeztem a barátaimtól, hogy kiket ismertek ilyen Bagdi személyeket. És akkor mondták, hogy van két hölgy Magyarországon, és kedves emberek, én szeretném hangsúlyozni, hogy amit én mondok, én ezt nem rossz indulattal mondom, nem elmarasztalással, vagy gonoszsággal, sőt, én azt kívánnám, hogy ezek a személyek is megmenekülnének, hogyha valahogy megláthatnák azt, hogy ők milyen szellemiséget képviselnek, és az a szellemiség hova fogja vinni őket és az ő követő táborukat. Akkor most elmondom az álmot, és utána aztán beszélünk erről, hogyha Isten úgy adja a szavakat, meg a megértéseket, a kijelentéseket, akkor megmutatjuk, hogy ez a szellemiség, ez az irányzat, ez a spirituális irányzat, ami látszólag nagyon jó, mert általában, mint az előbb is mondtam, minden, ami megtéveszti az embereket, kívülről be van kelve egy gyönyörűséges mázzal. Maga a máz nagyon szép. Szeretet, feltétel nélküli szeretet, meg pozitív, legyél pozitív, és szabaduljál meg a negatív emberektől, meg ilyenek. És mindenki erre vágyik, hogy megszabaduljon a negatív emberektől, és legyen pozitív. Tehát az embereket a legérzékenyebb pontukon érintik meg ezek a tanítók. Mert tudják, hogy az emberek tapasztalják a negativitást. Tudják, hogy mindenki meg akarna szabadulni a negatív emberektől, ugye? Hogy ő legyen teljesen pozitív, és ő éljen harmóniában a környezetével. Tehát teljes szívemből kívánom, hogyha netán valaki a tanítók közül, a mesterek közül, akik ezt hallják, magukra ismernek, teljes szívemből kívánom, hogy szabaduljanak meg. Én nem kárhoztatással mondom, amit mondok. Miért? Azért, mert Isten azt mutatja nekünk, hogy az ő kegyelme elérhető. Ha valaki személyesen őt meg akarná ismerni, vagy hallani akarná az ő szavát, most még elérhető. De azt is mutatja Isten, hogy már nem sokáig. Már nem sokáig. Én tudom, hogy lesznek guruk Amerikában, Indiában, Magyarországon is, akik fel fognak ébredni és Istenhez fordulni. Találkoztam én is ilyen gurukkal, ilyen mesterekkel.
tudok ilyenekről, akik ugye ilyen felavatott, meg beavatott, meg megvilágosult mesterek voltak, és közben Istenük őt megérintette, és ők válaszoltak Istennek a hívó szavára, és megláthatták a saját szemükkel, hogy ők milyen szellemiséget követnek és hirdetnek. És őszintén megbánták a tévelgésüket, és meg is vallották. És Isten megszabadította nem csupán őket, hanem az ő követőjük is, a követőik közül is sokakat megszabadított. És ezért beszélünk emberek, féltéssel beszélünk, hogy a magyarországi guruk közül is, akiknek tényleg jó a szándékuk, a szívük szándéka, minél többen megmeneküljenek. Én a nevet azért említettem, mert Isten nekem ezt megmutatta. Tehát nekem semmi közöm nem volt ez a névhez, nem foglalkoztam, nem is érintettem őket, de mégis hallottam ezt a Bagdi, és tudtam, hogy női tanítóról van szó, gurukról van szó. És akkor most elmondom az álmot, ugye, mert Isten képekben tanít, és elmondom hozzá a magyarázatot, hogy ezzel mit akart Isten nekünk üzenni és tanítani. Hát ugye az történt, itt vagyunk az erdőn a barátaimmal, néhány barátommal beszélgetünk Isten kegyelméből, ugye, és kegyelméről, és ugye megbeszéljük azt, amit kaptunk tőle ajándékba, örömködünk együtt. És hát azt álmodtam, hogy megérkezett egy ilyen csapat, ilyen valamilyen hivatalos emberek, ugye, és hoztak két autót ajándékba. Leparkolták ide a ház elé, két autót. Ilyen picik autók voltak, mint a, hát aki ismeri az autókot, tehát a Citroen C1 vagy a Toyota Aygo, ilyen kategóriai autók voltak, ilyen nagyon különleges kis autók, kicsi fogyasztás, meg minden jó el volt róluk mondva. És ezt ajándékba hozták. És hát meg is lepődtem, hogy hát azért, na, milyen jó dolog ez, hogy engemet megajándékoznak egyszerre két autóval, ugye. És ami feltűnt nekem, ugye a két autó hát füstölt, jó füstölt ahhoz képest, nagyon szuper autók voltak. És a másik az, hogy nyitva volt a bal felőli ajtó elől. És kívülről hát láthattam, hogy az autóban a kormány jobb kéz felől van. Ugye ez is beszédes. Tehát tudjuk jól, hogy hol van jobb kéz felől a kormány. Az angol gyarmatokon. Angliában, Ausztráliában, mert Isten tudja, hogy hol, ugye, Gibraltáron is, az angol gyarmatokon a kormány jobb kéz felül van. És miért van jobb kéz felül a kormány? Azért, mert ugye a világ nagy részén a kormány bal kéz felül van, és jobb kéz felül kiül, hát a feleség, vagy pedig az anyós ülés, ugye, úgy hívják. Tehát a kormány jobb kéz felül van, ami ugye azt is tükrözi, ugye, hogy tehát angol gyarmat Angliában ki uralkodik, mi uralkodik, hát a nő. A királynő uralkodik, nem a király, hanem a királynő. Tehát ez mindenképp egyfajta ilyen utalás a női uralomra, ami megrészegítette a világot, szó szerint. Aki ismeri a Bibliát, az tudja, hogy Jézabel ugyanerről, tehát a Jézabel szellemisége, Jézabelnek a története ugyanerről szól, hogy a Jézabel ugye elbűvölte, meg elvarázsolta, megbabonázta a királyt, és gyakorlatilag, tehát látszólag a király uralkodott, de gyakorlatilag a Jézabel irányított mindent a háttérből. Ugye elbűvölte a királyt, elbűvölt mindenkit, és ő uralkodott, tehát a nő uralkodott, ugye a király, ő gyakorlatilag hát a hatalom székében ő ült. Tehát ugye a két autóban, ugye a két ajándék autóban a kormány jobb kéz felől volt. És hát akkor a következő kép, amit láthattam, az, hogy beültem valamelyik autóba, és kipróbáltam az autót, és úgy, na, próbáltam, nem mentem ki a főútra, hanem itt a mellékúton mentem, az Erdély úton mentem, ahol sár volt, és hát az első sárba az autó beleragadt teljesen. És hát használhatatlanná vált az autó. És... igen... Utána meg hát az ügynökök, akik hozták az autót, hoztak az autók mellé ajándékba szintén ilyen könyvészetet. Így mondják-e könyvészet? Ilyen különböző ilyen folyóiratok, meg DVD-k voltak, meg ilyen tananyagok nekem ajándékba. És ezek a tananyagok, ezektől a Bagdi személyektől, tehát tudom, hogy két ilyen személy van, ilyen közismert személy van Magyarországon, Bagdi Bella, ugye, meg Bagdi Emőke, nem ismerem őket annyira.
Tehát úgy valamennyire betekintést nyertem az ő munkásságukba, és hát a barátaim felvilágosítottak, hogy körülbelül milyen szellemiséget képviselnek, miket tanítanak ugye az embereknek. Tehát az autó, amit hoztak, gyakorlatilag abból a szellemiségből jött az ajándékot, ugye tőlük kaptam. De ez ugyanúgy volt, mint a jogával emberek. Nagyon sokan a jogát úgy kezdik el, hogy hát engemet nem érdekel sem a hinduizmus, sem a, mit tudom én, a hindu istenek. Én azért csinálom a jogát, mert egészséges. Ismerős valakinek ez a magatartásforma, ez a hozzáállás, hogy hát azért jogázok, mert egészséges, jó mozdulatok, meg jól érzem magamat tőle, meg minden. És az emberek hogy vannak belevéve a hazugságba, a hazug spiritualitásba, ami tényleg a lelküket szétroncsírozza? Hát a testegészség által. Tehát először ugye megvan a mézes madzag lógatva az orgány, hogy figyelj meg egészséget, erre vágytál. Jó, szexuális élet, szabados szexualitás, meg tantra, meg mantra, meg minden. És az emberek belemennek. És aztán persze ugye később jön már a szellemiség is. Tehát a testi gyakorlatok mellé, ugye nem a jogánál, a jogában végeznek, ugye jön a szellemiség is, maga a spiritualitás, az a spiritualitás, ami ugye Indiából származik, és hát nagyon pozitív, nagyon tetszetős a fülnek. De Isten azt mutatta, és azt mutatja folyamatosan, hogy nem mind arany, ami fénylik, emberek. Úgy fogalmazza Pál apostol által a mindenható Istennek a lelke, hogy maga a sátán is, ugye a megtévesztő is, a világosság angyalának adja ki magát. Ezért tetszetős a fülnek, emberek. Mert ők nem beszélnek arról, hogy emberek, az igazság az, hogy van bűn, vannak életellenes cselekedetek és gondolatok, és a bűnt azt jó volna felismerni, és azt őszintén megbánni, és Istennek a segítségét kérni, hogy megszabadítson attól. Ezek a pozitív gondolkodók, meg tanítók, meg guruk, ők nem beszélnek erről, hanem hogy gondolkodj pozitívan, szabadulj meg a negatív emberektől, és minden jó lesz. Az autó, az álomban az a két autó gyakorlatilag azt jelképezi, hogy az egy jármű. Amikor az ember elmegy jogázni, vagy elmegy ilyen meditációs gyakorlatokra, meg tanfolyamokra, meg különböző ilyen technikákat tanul, akkor ő beül egy járműbe, emberek. Egy járműbe, egy autóba. És az autó hova viszi őket? Hát nekem Isten megmutatta. Bele a sárba. Meg sem tudtam mozdulni. Tehát ugye Isten minket képekben tanít, nem információ, hogy reptiliánok meg bolygók, nem így tanít, képekben. Pontosan úgy, mint Jézus. Ugye a szántóföldben elrejtett kincs, meg a gabona, meg a talentum, így tanít minket a mindenható Isten. Képekben. Tehát nem kaptam én semmiféle autót a valóságban, hanem az autó azt jelképezi, hogy amikor az ember bemegy egy gyülekezetbe, bemegy egy szektába, bemegy egy vallásba, bemegy egy spiritualitásba, akkor ő felül egy járműre, és az a jármű őt viszi valahová. És látszólag minden jó, minden oké. De Isten azt mondja, hogy nagyon sok ilyen embert, aki beült egy ilyen járműbe, a spiritualitás, a New Age járművébe, a feneketlen szakadékba fognak zuhanni, mert nem akarták ők hallani az igazságot, nem akartak szembesülni. Mit mond Istennek a lelke? A teremtődnek a lelke, az ég és a föld teremtőjének a lelke, a mindenható Atya Istennek, a fenséges Istennek a lelke. Azt mondja ő, hogy az utolsó időkben, az utolsó napokban, amiket most is élünk, háborúság, meg járvány, meg betegség, meg halál, meg minden, félelem, az emberek elfordulnak a józan tanítástól, Istennek a józan szavaitól, a próféták szavaitól, Jézus Krisztus szavaitól, és a kívánságuk, a saját lelkük kívánsága szerint szereznek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, a józanságtól elfordítják a fülüköt, és a hazugsághoz, a mézes mázas szavakhoz odafordulnak, sőt, meg is vásárolják, emberek. Sőt, hogy az álomban az Isten mutatta,
Már meg sem kell vásárolni, mert elérhető ingyen, felmész a YouTube-ra, a Facebook-ra, a Google, és ömlik veled szembe a mézes, mázas duma, a feltétel nélküli szeretet, a szexualitásnak a megjavítása, meg a pozitív gondolkodás, és így tovább, és így tovább. Ez történik, emberek. Ez történik, és Isten figyelmeztet, hogy az, amit a két hölgy is, amilyen spirituál, tehát feltetőleg azért mutatta meg Isten, mert ez, hogy mondjam, ők a népszerűbb ilyen tanítók, akik ezt a szellemiséget képviselik, és mutatják, és tanítják az embereknek. Ez a Bagdi Bella és a Bagdi Emőke. És ez itt olyan felkapottak, ez itt olyan népszerűek, televízióban, koncert is, tömegeket érnek el, és tömegeket vezetnek a feneketlen szakadékba emberek. Az igazság nem olyan, hogy olyan népszerű, hogy minden csatornán fizetnek a gurunak, hogy menjen és ott prédikáljon. Az igazság nem volt népszerű. Az igazság üldözve volt már Jézus idejében is. Üldözték őt, az apostolokat egyaránt, az ő követét üldözték, mert az igazság leleplezi a hazugságot, amely megrontja az emberek lelkét, és a rothadó testben tartja az embereket. Ilyen az igazság. Ezért nem népszerű, és ezért nem hívják az Istennek a gyermekeit televíziós műsorokban, meg ilyen koncertekre, meg nem tudom, hova fellépni. Mert a legtöbb ember nem akarja hallani. Az igazság megütközést szül. Megütközést szül az igazság, és nem kell. És ezért Istennek a gyermeke az igazságot nem pénzért hirdetik. Ők nem béresek, ők gyermekek. Ajándékba kapjuk az igazságot Istentől, megszabaduljunk. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy amit mi kaptunk, ajándékba kaptunk, azt mi is ingyen adjuk tovább, mint ahogy kaptuk. És amit éjszaka hallunk suttogva, ugye álomban, azt a fényes nappal a háztetőkről hirdessük. Az interneten, a YouTube-on, a Facebookon, élőben, úton és útfilen minden alkalmat megragadva, hogy minél több ember megmeneküljön. Csupán arról most egy néhány szót, amit én megérthettem, és amit megérthettünk erről a szellemiségről. Itt van, látom Kinga is, hogyha hát ha van alkalma neki beszélni, meg Kornélia, hogy ők hogyan ismerték, vagy milyennek ismerték meg ezt a szellemiséget. Hogy te próbáljuk a fején találni a szöget, hogy meglássuk és megértsük, hogy miről beszélünk. Ne beszéljünk a levegőbe. Hogy aki ebben a szellemiségben benne van, ismerjen magára. Fel fogsz lázadni. Kapaszkodjál meg, mert fel fogsz lázadni. Utálni fogsz, talán. De ha nem hiszed azt, amit mondunk, akkor csak arra kérlek, nem baj, ha utálsz engem vagy minket. Nem probléma, én nem haragszom. Arra kérlek, az Úristen szerelmére, hogy kérd az élő Istent, hívd segítségül Jézus Krisztus nevét, és válaszolni fog Istennek a lelke. Ha nem hiszed azt, amit mondunk, akkor néhány szót arról, hogy ezt a szellemiséget milyennek ismertük meg, vagy milyennek, ugye, milyennek a szellemiségnek az ismertető jele, hogy miről beszélnek úgy általában. Én is találkoztam ezzel a Bagdi Bellával és a Bagdi Emőke által indított ugye mozgalmakkal, ami igazából teljesen hasonló a Szabó Péter, már bocsánat, hogyha kimondom így a nevét, de ugyanazon a szálon mozog, és hát az az igazság, hogy engem is beszippantott, tehát én is érintettem annak idején, mikor az ezotériában mozogtam. Én is érintettem ezt a vonalat, és látszólag ugye azért volt könnyű, és azért könnyű ezekbe beleesni, mert mind-mind olyan jelmondatokkal, és olyan, tehát a videóknak is ugye olyan címet adnak, ami a fülnek nagyon tetszetős, és nem csak a fülnek, hanem a, úgymond a léleknek is. Tehát mind-mind ilyen címekkel vannak ellátva, hogy boldogság program, és hogy bocsássunk meg önmagunknak, és hogy tegyük le terheinket, és hogy hogyan tudnánk ugye boldogan élni. Ráadásul ugye ez a Bagdi Bella, ő
neki külön van ilyen programja is, ilyen programcsomagja, amit már az iskolákba is beépítenek, tehát iskolák is csatlakozhatnak ezekhez a boldogság programokhoz, ami által ugye, ami által a gyerekeknek különböző ilyen lelki feladatokat kell megoldani, és ezzel el van hitetve, hogy naponta egy-két órát foglalkoznak a lelkiekkel, ugye az is általában az önmegváltásról szól, az önmegvalósításról, az önismeretről és az önmagunk boldoggá tételéről. Tehát el van hitetve az, hogy ezáltal majd ugye a lelkiek is lelettek tudva, úgymond. És hát az az igazság, hogy megérinti ez az embereket, tehát nagyon, engem is nagyon beszippantott, tehát beszippantanak ezek, mert hát tényleg olyan, amire, ami az ember szomjazza a boldogságot, vágyik a boldogságra, és hát elé fut egy ilyen videó, ami, aminek ugye ez a címe, hogy, hogy légy boldog, és bocsáss meg, és szép a világ, gyönyörű a világ. Ugye akkor már is rákattint az ember, és azt a szellemiséget, azt a lelkületet már is beszippantja. És valójában ezek a mozgalmak nekem úgy adta most a lélek, hogy pont így zsákmányolják ki a lelket, és pont, tehát úgy mutatja a lélek, hogy talán még veszélyesebbek, tehát veszélyesebb lélekgyilkolászás és lélekrablás folyik itt ezeken a mozgalmakon belül, mint amit ugye a rendszerről hittünk. A rendszer ugye, tehát maga a fenevad, a rendszer, a fenevad rendszere, az is úgy rabolja a lelket, tehát az idő által és a figyelem által rabolja az emberből a lelket és gyilkolja a lelket. De ezek a mozgalmak ugye elhitetik azt, hogy a te lelkeddel, az én lelkemmel foglalkoznak, és hogy arra adnak gyógyírt, és hogy majd emberi megoldásokkal, tehát egy-egy ilyen tanfolyam által, egy-egy meditáció által, egy-egy ilyen boldogság csomagnak a megismerése által, amit megveszel, vagy dalok által, a te lelked, az én lelkem meg fog gyógyulni, és hogy meg tudok majd bocsájtani, és egy szép új világot, egy szép saját világot teremtek magam köré. Hát, és ezáltal ugye elhisszük azt, hogy mennyire lelkiek vagyunk, mert ez a világ valójában most annyira lelki lett, tehát ugye pont ezáltal a spirituális tanok által váltunk lelkiekké, idézőjelben. De ez nem lelkiség, nem az az igaz lelkiség, nem az a lelkiség és nem az a lélek, amiről Krisztus amit Krisztus bemutatott itt a Földön, és amiről Krisztus beszél. Ennek a léleknek, ennek köze nincs ahhoz a lelkiséghez, amit a spiritualitás akar nyújtani nekünk. És pontosan így hiteti el, tehát valójában egyszer, egy pár héttel ezelőtt így jött nekem ez a mondat, hogy annyira lelkiek lettünk, tehát ebben a világban annyira lelkiek lettünk, hogy a lélek nevében gyilkoljuk saját lelkünket, és a szeretet nevében gyilkoljuk saját lelkünket. Mert ezek a mozgalmak elhitetik azt, hogy a lelkünkkel foglalkoznak, és hogy ez a lelkiség, hogy mi megváltjuk önmagunkat, hogy mi foglalkozunk az önmegváltással, a boldogsággal, boldogság programokkal, és ráadásul a gyerekeket is már elég korán, tehát visszük bele ezekbe a mozgalmakba is. Azt hiszem, hogy én találkoztam is ilyennel, hogy ennek a Bagdi Bellának, azt hiszem, és Emőkének vannak gyermek programjai is, tehát gyermekeknek szóló boldogság programok, amelyeket már egészen kiskortól kezdve lehet ugye ilyen gyermekmeditáció zenével mosni a gyermeknek az agyát, és gyilkolni a lelkét, és szakítani ki a mennyországból. Mert tulajdonképpen ilyenkor az történik. Úgyhogy igazából nekem ennyi jött, hogy ezek a mozgalmak
sokkal jobban elrabolják a lelket az embertől, pontosan ebbe a fehér köntösbe, a szeretet nevébe beleburkolva, és a lelkiségbe beleburkolva, mert mi ezáltal hisszük azt, hogy lelkiek leszünk. És közben pontosan így rabolják el, rabolnak ki minket ezek a mozgalmak, mert hát elhittük. Én is elhittem azt, hogy most már milyen lelki vagyok, mert minden nap töltögettem a csakrámat, rajtam volt nem tudom hány kristály, ilyen kristály, olyan kristály karkötő, meg plusz még a nyakláncok, plusz a meditációk, plusz a jóga, plusz a mantra, tehát hogy ezáltal ezzel asszociáltam úgymond a lelkiséget, hogy én így vagyok, így mennyire lelki ember vagyok, és közben ugye miután Krisztus rám talált, és megmutatta ő személyesen, hogy mi az, hogy lélek, és mit jelent az, hogy az ő lelkében lenni, és ő általa vezetni, magyarul, hogy mit jelent a lelkiség. Hát igen, csak nagyot néztem, és elszégyeltem én is magamat, hogy mibe voltam, és hogy mennyire meg voltam tévesztve. És például kérdést tennék fel, aki hallgatja, hogy Jézus, amikor mondja a farizeusoknak, hogy ti nem mentetek be a mennyek országába, nem is mentetek be, és azokat segítetek be, akik bemennének, és a másik helyen ugyancsak a farizeusoknak, hogy ugye így emiatt maradnak a bűnökbe a farizeusok, de képesek körbejárni a tengereket, a fél világot, vagy az egészet, hogy találjanak egy bűnöst, hogy aztán maguknál kétszerte bűnösebbé tegyék. És elsőre, ugye, amikor mindig farizósokról beszélgetünk, akkor az ember zsidóságban gondolkozik, hogy fent a kipa, a hajfürtök, a két oldalt, meg a bólogatós ember. Ki a farizeus? Bella, én, Levente. Ott van a farizeusság bennünk, farizeusság, tehát ott van, úgyhogy nem főtétlenül papságban vallásosan kell gondolkodni, amikor farizeusról van szó, hanem mindenben tartozik, ami nem biztosít. Pontosan olyan jó, hogy Ledike felhívja a figyelmet erre, hogy amikor farizeust olvasunk a Bibliában, az nem csupán arra vonatkozik, hogy zsidó farizeus. Nem, itt nagyon sok farizeus van, hát velem az élen emberek. Én is beleestem ebbe a szellemiségbe, én is megvoltam kísértve azáltal. Én is, amikor kezdtem megismerni, pedig az igazságot ismertem meg, de már felfúvalkodtam, és azt hittem, hogy én most akkor tanító leszek, vagy valami mester leszek. Ezzel mindenki meg van kísértve, emberek. És vannak ilyen ezoterikus farizeusok, vannak New Age farizeusok, vannak jógás farizeusok, vannak zsidó farizeusok, és vannak keresztény farizeusok, emberek. És akkor most kijelentem talán a legeslegfontosabb tanítását Jézusnak, ami a témába vág, és ami mentén meg lehet érteni a lényeget. Bárki, a legbutább ember, a legbalgább ember is megértheti Jézusnak a szava alapján, hogy miről szól ez az egész. Ő azt mondta, hogy Jézus, hogy senkit ne nevezzünk tanítónak. És akkor ezt többféleképpen fordítja ugye a magyar, hogy mindenki megértse. Hogy Jézus arról beszél, hogy senkit ne nevezzünk, senki ne neveztesse magát tanítónak. Ne neveztesse magát mesternek, avagy ugye hindu nyelven gurunak, vagy pedig zsidó nyelven rabbinak. Ez mind ugyanaz. Azért jött le a földre, azért küldte Isten Jézust, hogy mindannyian Istentől tanítottakká váljunk, mert az a szabadság, hogy téged az ég adta világon senki nem kell tanítson Isten lelkén kívül. Amit ő megmutatott nekünk Jézus képében, hogy ő egy útmutató volt számunkra, aki megmutatta, hogy hogyan tudunk mi is Istent halló és cselekvő emberekké válni. De ő ezt teljesen komolyan gondolta, támadták, gyűlölték őt, köpködték őt, megalázták, megverték, szétroncsolták a testét, keresztre fesztették, és ő akkor sem vonta vissza a szavait. Ő az életét adta,
hogy szabad lehess azáltal, hogy téged az ég adta világon senki nem kell tanítson, kivéve a Krisztus lelkét, az a szabadság emberek, mindenki utálja a hierarchiát. De mégis tanítókat keresünk magunknak, mert nem jó nekünk Isten lelke, hogy tanítson minket. Ingyen adta a tanítást Isten, mert tudta, hogy nem tudnánk megvásárolni az élet tudományát. Ő fizetett a tanfolyamért a leges, legdrágább vérrel, hogy szabadok lehessünk, kedves Emőke és Bella, féltéssel mondom, hogyha ezt halljátok, vagy hallani fogjátok, nem kárhoztatással, hanem féltéssel. Ismerjük azt a szellemiséget. Mi is benne voltunk, nyomorultak voltunk, mi is megpróbáltuk a saját életünket helyre pattintani a magunk módján, önimádattal, önmegbocsájtással, önszeretettel, és eljutottunk az öngyilkosság peremére. Ami, mint tudjuk, ugye tovább, ha tovább léptünk volna, ha Isten nem akadályoz meg, akkor a feneketlen szakadékba zuhanunk. Ha nem hisztek azt, amit mondunk, akkor csak azt higgyétek, hogy Isten él, és valóban kijelenti ő saját magát, kijelentette Jézus szavai által, ami az alap, a négy evangélium. De ugye sajnos ezzel a szellemisége az is társul, hogy a Bibliának a tekintélyét úgymond leépítik, hogy ó, azt a Vatikán a büdös papok átírták 400-szor vagy 500-szor, és így az emberek a kezükbe sem veszik. És én is be voltam csapva, nem csak te, nem nagy képűségből mondom, büszkeségből mondom, hogy én milyen okos vagyok. Én is úgy be voltam csapva, mint te. Nem a Biblia az Isten. Ezt is elmondjuk, hogy a Biblia bálványozás sem jó. De Isten a Bibliát felhasználja, hogy az alapokat megtanítsa nekünk, mert ténylegesen le van írva a Bibliában az alapok. Jézus tanításairól, az apostolok szavairól, a proféták szavairól, ami az embernek a fejében megvilágosítja az igazságot. És annak a fényében az ember már látja, hogy ez jónak néz ki kívülről, mert tele van pozitív gondolkodással, érzelgéssel, feltétel nélküli szeretettel, önszeretettel is, így tovább. Ezért jónak tűnik, de nem jó, meg megmérgez. Amikor odaadták a, mit tudom, egy bárónak, egy grófnak, a királynak a mérget, azt nem úgy adták, hogy ráírták a csészére, hogy méreg, és idd meg ezt a mérget, hanem úgy adták, mint teát például, vagy bort. Bele a borba. Hát a bor az finom, én szeretem a bort. Ugye? A király szerette a bort. Ő azt hitte, hogy bort iszik. És mérget ívott, és meghalt. Akik az ezotériát követik, és még mindig benn maradtak a vallási felekezetekben, ők azt hiszik, hogy bort isznak, a legfinomabb bort. De meg van mérgezve emberek a bor. Ezért nem fog tudni senki sem ellenállni, amikor jön a hatalmas próbatétel. Újból belefogtok menni a vakcinázásba. És meg lesztek mérgezve, hát a vakcina méreg, a mindenható Isten megmutatta, a vakcina méreg. A mai kereszténység azt mondja, hogy a vakcina Krisztus vére, ez a legnagyobb Isten káromlás, ez maga az antikrisztus. Mert a Krisztus vére, az megtalálható a Bibliában, a négy evangéliumban. Az ő szava, az az ő vére. Ezért történik az, hogy amikor mi mondjuk az ő szavát, élőben vagy az interneten emberek meggyógyulnak fizikailag is, testileg is, hogy higgyenek már, a lelkük meneküljön meg. Abból tudjuk, hogy igazat mondunk, hogy Istentől szólunk, hogy Jézus azt mondta, hogy akik az igazságban, az igaz szóban, az igaz ágban hisznek, azokat csodák és jelek követik. És ez történik, ez nem miattunk van, hanem Istennek a szerelme miatt ő ezt megígérte, és adja. Csodák és jelek történnek folyamatosan velünk, és körülöttünk. Pedig nem vagyunk méltók erre.
mert mi is gyarlóságban vagyunk, a koszos földön járunk mi is, de Isten mégis megadja, hogy aki hallja azt a szót, érez, hogy ez az élet szava, meggyógyul, valaki hallja, meggyógyul, úgy is, hogy nem vesz be semmit, sem pirulát, sem a biopatikában nem megy, és meggyógyul. És a barátunkat, hogy ezt már többször elmondtam, ezt a bizonságot, ez az igazság, ez a legerőteljesebb talán, amiről így tudunk, ami így körülöttünk történt így mostanában, hogy két orvos azt mondta, hogy bárhova mehet, a szeme soha nem fog meggyógyulni neki. Vak marad, élete végéig. Az orvos kijelentette, hogy lehetetlen meggyógyulja. És Isten visszaadta látását. Miért? Azért, mert a fülei nem voltak bedugulva nek az embernek. És amikor hallotta Jézus szavát, az igazság szavát, Isten az ő szemét meggyógyította, bizonyságul, hogy amit ő hall, az az igazság, abból lett az élet. És aki ahhoz visszatér, visszafordul, megtér. Nem egy vallásba, nem a kereszténységbe, hanem személyesen hozzá Jézus Krisztushoz, az ő szavához. Az ember meggyógyul, de nem csak testileg, hanem ami fontosabb, lelkileg, és megmenekül, üdvösségre jut. Ez a lényeg, emberek. És nem kell többet reinkarnálódjon. Ha létezne reinkarnáció, akkor is ha tegyük fel, hogyha van, mert sokan ragaszkodnak az, hogy van reinkarnáció. De hogyha van is reinkarnáció, ember, most ebben a momentumban az élő Isten, az ég és a föld fenséges teremtője azt mondja, hogy te többet nem kell reinkarnálódj. Ha rám figyelsz, bemész a tökéletességbe. Az Édenbe visszamehetsz. Vissza akarsz jönni egy háború utáni közegbe, ide a földre? Földet túrni, halottakat temetgetni? Ha lenne is reinkarnáció, emberek, ha lenne is, Isten ezt is jelenti, aki őszintén kíváncsi és hajlandó elengedni a saját emberektől szerzett igazságát, azoknak Isten kijelenti ezt is, hogy mi a helyzet a reinkarnációval. De most nem ez a téma, nem ez a lényeg. Hanem a fontos az, hogy aki hallja a szót, és Istenhez fordult, megismerte Jézus szavait, és találkozott a feltámadás erejével, az ember már most megtapasztalja az életet. Átment a halálból az életre. Aki hallja az én szómat, örömmel fogadja azt, hisz annak. Nem hal meg soha, de ha testileg meghal is, élni fog. Ezt mondja Jézus Krisztus, ez az örömhír. Az ember nem fog tudni meghalni, elfut tőle a halál, szó szerint. Nekem még annyi jött így ezzel kapcsolatosan, hogy ugye ezek a spirituális tanítók és ezek a guruk mind úgy adják el magukat, hogy a boldogság nagykövetei, tehát hogy mindannyian a boldogságot akarják ugye megtanítani az embereknek. És hát ugye ezáltal nagyon sok embert ugye be tudnak csalni a hálójukba, mert azt hiszük, hogy náluk van a boldogság, és hogy ők megtanítanak majd minket ugye boldognak lenni. De valójában ugye, ha megnézzük azt, hogy mi áll a mögött, hogy ők boldogok, tehát mi az ő boldogságuk, és hogy mit tanítanak. Hát az, hogy sikeres, tehát az ő szemszögükből, amit ők tanítanak, ugye a siker, a gazdagság, az egészség, és mind-mind olyan dolgok, ugye, amelyek a testi boldogságra mutatnak rá. És pontosan ezáltal tartanak ugye a testben. És valójában ugye ez teljesen, ha megnézzük az, hogy az ő tanításuknak ugye mi a gyümölcse, tehát hogy
ők milyen közegben mozognak, és milyen dolgokat értek el, és mikre akarnak tanítani, és ha összevetjük ezt ugye Krisztusnak a tanításával, elég csak elolvasni, ugye, hogy boldogok a lelki szegények, és boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, és boldogok, akik sírnak, ugye teljesen a két dolog, amit Krisztus tanít, és amit ezek a spirituális tanítók mondanak a boldogságról, ez teljesen szöges ellentéte egymásnak. És hát valójában ugye nekünk annyi az a dolgunk, ugye, hogy eldöntsük azt, hogy hát igen, én is úgy voltam igazából, mert tényleg annyira meg vagyunk tévesztve, hogy azt hisszük boldogságnak, ami testben tart minket, ami a testet kényezteti. Ezt hisszük boldogságnak. Bele burkolva ezt a lelkiségnek és a szeretetnek a köpenyébe, és valójában azt sem tudjuk igazából, hogy mi a boldogság. Tehát én, amikor összetörtem, akkor és teljesen a padlóra kerültem, és az öngyilkosság szélére kerültem, és utána elkezdett Krisztus tanítani, én sem tudtam, hogy mi a boldogság. És én is megkérdeztem Krisztustól, hogy mi a boldogság. És aztán igen, voltak olyan alkalmak, amikor ő megadja a mindennapi kenyeret, megadja az ő jelenlétét, és akkor érzem, hogy az a boldogság, amit így élhetek meg, az össze nem mérhető azzal, amit ugye ezek a amit egyéb nem akarok kifelé mutogatni, de amit én is ugye boldogságnak hittem. Nagyon fontos megérteni mindenket a hallgatónak, hogy aki ebben a témában érintett, magára ismert, hogy mi azt, amit mondunk, az nem vádláskép mondjuk, ez nem vádlás, hanem féltés, esély, lehetőség. Amit elmondott Kornélia, az arról szól, tegyük fel, hogy vannak tanítóid, nekem is voltak tanítóim, én is figyeltem ott, olvastam néhány könyvet, filozófia, spiritualitás is valamennyire, ugye, és úgy azt éreztem én is, hogy nem találtam célba, nem találtam meg azt, amit a szívem mélyén kereste. És akkor az Úristen felkínálja számunkra azt a lehetőséget, hogy ő személyesen tanít bennünket. Itt mi erről beszélünk folyamatosan, ezen a csatornán, a Kiáltószón, és a barátaim is az ő YouTube csatornájukon, erről beszélünk, hogy van lehetőség, ez az új szövetség, az élő Isten tanítja az ő gyermekeit, nincs szükség tanítókra. Amíg én is ilyen tanító szerepében tetszelektem, megmondom őszintén, nagyon fáradt voltam. Nagyon kemény volt a számomra másokat tanítani, másokét felelni, másokat vezetni. Arra volt szükségem, hogy gyermek lehessek, de tanítóként nem lehetek gyermek. Csak gyermekként, és a gyermek nem tanít. Vagy ha tanít is a gyermek, akkor Istennek a lelke tanít ő általa, az ő cselekedetével, az ő szavaival. Én nem akarok tanítani, én csak elmondom azt, amit személyesen Istentől hallottunk, és látunk, és kapunk minden nap, a mindennapi kenyér formájában. Ez a mi dolgunk csupán. A kérdés az, hogy te az, hogy ha hallod ezt a beszélgetést, te vágynál-e arra, hogy téged is a jóságos Isten személyesen tanítson, hogy ne függél emberektől, ne kelljen fizessél tanítóknak, tanítókért, ugye, vagy tananyagokat vásárolnod, mert Isten ajándékba adja, mert az ő elképzelése nem a tanításról szólt, nem arról, hogy mi megvásároljuk a tudást, nem arról, hogy egyáltalán fogunk használni pénzt, hanem arról, hogy az élet ajándék és minden, ami szükséges az élethez, az élet minden tartozéka szintén ajándék. Ezért, akik Istent választjuk, nekünk is szükséges, hogy úgy éljünk, ahogy Isten elképzelte, hogy bármit kapunk tőle, hát az ajándék. Ajándékba kaptam, ingyen kaptam tőle. Hogy kérhetnék pénzt azért, amit ingyen kaptam? Hát ajándék. Örültem neki. Örüljön más is.
Ezért teszünk mi bizonságot arról, hogy mi a különbség az igazság és az igazság látszata között, emberek. Hogy minél többen megkívánják az igazságot, az igaz ágat, mert az igazi ág, ugye, ahogy mondja Jézus, hogy én vagyok a szőlőtő ág, a szőlőnek az ága, ugye, szőlőtő, amelyik a gyökere belenyúlik a földbe, és kapja a táplálékot folyamatosan. Én vagyok az igazi szőlőtő. Ti vagytok a szőlővessző. Hogyha ti rajtam vagytok, akkor teremtek gyümölcsöt. Sokan fel fognak támadni a lelki halálból. Sokan fel fognak szabadulni, meg fognak gyógyulni, úgy fizikailag, mint lelkileg, de főképp lelkileg. Mert ti a szőlőtőn vagytok, az igazi szőlőtőn, amely folyamatosan adja a vizet, az élő vizet, emberek. És teremtek gyümölcsöt, 30 annyit, 60 annyit, 100 annyit, ahogy mondja Jézus, jelképesen. Mi is teremtünk gyümölcsöt, és termünk gyümölcsöt, de nem miattunk van ez, hanem a szőlőtő miatt, amely folyamatosan adja nekünk a vizet, az élő vizet. A mi bizonságainkat, amiket személyesen megélhetünk és megtapasztalhatunk. Lehet, hogy te nem vagy még szőlővessző. Lehet, hogy te vagy a gyümölcs, vagy te leszel a gyümölcs, aki most fog megérni. De hogyha megérsz, akkor már te is szőlővesszővé változol, és adod az életvizét, mert szükség lesz arra, emberek. Nagyon sokan betegek fognak még megbetegedni. Borzalmas idők következnek. Szükség van az igazi szőlővesszőkre, az élő szőlővesszőre, amely adja, közvetíti az életvizét a gyümölcsök felé, hogy minél több ember feltámadjon. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.